6 napon át 60 program, közel 800 közreműködő, elindult a 27. Csángó Fesztivál. Már készülnek a középiskolák a 2017-18-as tanévre. A klapkában napelemet cserélnek, míg a liskában a fűtésrendszer korszerűsítik. Évek óta Közép-Kelet-Európa legnagyobb mézvásárának és szakmai találkozójának tartják a jelzberényét, 30 éves jubileumát ünnepelte a rendezvény. Köszöntök kedves nézőinket! Önök a Jásztrió Televízió Berényi hírmondóját látják. Több hónapos alapos felkészülés, gondos szervezés után végre elérkezett a hét, melyre több ezren vártak. Augusztus 8-ától elkezdődött a Jássák kulturális életét fémjelző, népi hagyományokat őrző és továbbadó 27. Csángó Fesztivál. Augusztus 1-én sajtótájékoztatót tartott Szűcs Gábor, a Csángó Fesztivál igazgatója, ahol bemutatta többek között a várható programokat és azok felelőseit. Egy érdekes, már-már költői kérdést tett fel az eseményen. Hogy lehet az, hogy 25 évig standard elemekkel, de működik ez a fesztivál évről évre, és sikeres? Kérdése felkeltette az érdeklődésünket, és megkérdeztünk néhány járók előtt, mit gondolnak az idén már 6 napos fesztivállá nőtt rendezvényről. Évre egyre színesebb a program is, és nagyon érdekesek a külföldi táncegyüttesek programjai. Mi szeretünk járni. A Csángó Fesztivál rendszeres látogatói vagyunk, 15, 16, közel 20 éve inkább, úgy mondom. Már nagyon izgatottan várjuk, főleg a kislánya különleges programok és fellépések miatt mindig elvarázsolja egy-egy országnak a mentalitása, a kedvességük az embereknek. Örülök neki, szeretjük nagyon, magyarok vagyunk, ők is azok, mi is. Mi a tapasztalat, ilyenkor sokan érkeznek a városba? Igen, sokan. És szerintem mindenki ki is jön, aki tud jönni. A lelkesedés tehát még 26 év után is rendületlen. A néphagyományok szerelmeseinek, a kézműves termékek rajongóinak, a pezsgő nyári esték kedvelőinek igazi paradicsom Jászberény a következő napokban. Táncosok, meg a forgatag, minden. Szép, jó. Kiemeli a várost is. Meg a jó hangulatot teremt, megmondom őszintén. Ildikó, látjuk, hogy egy igen nagy társasággal érkeztél a Csángó Fesztiválra. Mi az, ami a leginkább érdekel? Hát igazából az emberek, ahogy így föllépnek a színpadon, más kultúra, amit más emberek képviselnek, és hát igen, a táncok, a zenék ilyenek. A megnyitó előtt találkoztunk olyanokkal is, akiknek a 27. Csángó Fesztivál lesz az első, amin részt vesznek. Nem tudom, mert még nem voltam. Nem helyi még vagy? Új vagyok, nem. De hát, hallottál már róla? Hát hallottunk, még most fogunk először jönni, azt meglátjuk, milyen lesz. A fővárosból is érkeztek látogatók a 6 napos programsorozatra. Én nagyon régen jártam Jászberénybe, és épp ezért jöttünk, mert hogy kíváncsiak vagyunk, hogy milyen. Hát gondolom, ilyen népi, zenekari, ilyen összfesztivál. Én olyan középiskolába jártam annó, hogy nagyon sokan vannak az ország, minden részéből voltak, ilyen élelmiszeripari, Győr-Sopron megyében volt az iskola, és bármelyik barátomat felhívva, mint tud róla, hogy van Jászberénybe. Csángó Fesztivál, és néha meg is szoktak jelenni. Azt tudom a Csángó Fesztiválról, hogy fellépnek a néptáncosok, és most minden le van zárva. A megszokott jászberényi közlekedés a napokban valóban átalakul egy kicsit, de vasárnap egész biztosan mindenki úgy gondolja majd, ezért megérte a sok út lezárás. A székek még egyelőre gazdátlanok, de hamarosan csak állóhely jut a későn érkező vendégeknek. A fesztiválon valamennyi megyénkből érkeznek látogatók, 60 program 800 közreműködővel. Szóval lesz miről beszámolnunk a napokban. A fesztivál a rendezvény 6 napja alatt közel 60 programot kínál az ide látogatóknak. Kedden délután felvonták a fesztivál zászlaját is, mely jelzi minden vendégnek, városlakónak, hogy a héten fontos események színhelye lesz Jászberény városa. Tehát mi is, vagy az őseink ide gyűjtünk. Tehát természetes dolog, hogy az a népesség, akik itt élnek, és ma már nem csak a jászok, hanem más betelepültek is vannak, nekünk Pap Imre ötletét fel kell karolni, és a többi kisebbséget is nemhogy együtt kell velünk élni, hanem
ápolni kell a kapcsolatot, és... Dr. Kertész Otto, a Folklór Kulturális Közalapítvány elnöke köszöntötte a vendégeket a 27. Csángó Fesztivál nyitóceremóniáján. Köszöntőjében kiemelte, hogy nem kisebb cél tűzött ki a fesztivál, mint felhívni a figyelmet és megismertetni minél több emberrel az anyanemzettől évszázadok óta elszigetelten élő magyarság sorsát. A Magyar Himnusz égisze alatt felvonták az idei fesztivál zászlaját, mely minden látogatónak és itt élőnek jelzi, hogy ezen a héten fontos eseménynek lesz helyszíne Jászberény városa. A zászló felvonással hivatalosan is kezdetét vette a 27. Csángó Fesztivál. A nyitó ceremónián hazai, majd külhoni táncosok léptek fel, bár ez csak egy kis ízelítő volt az egész hét programjából. Pontosan mivel fogunk találkozni ezen az egy hétben, mivel készültek idén a szervezők a 27. Csángó Fesztiválra? Mint ahogy a közönség megszokhatta, minden esztendőben igen gazdag és látványos produkciókkal készültünk, nincs ez másként idén sem. Mindamellett, hogy bemutatjuk ugyanúgy a csángó kultúra minden részletét, minden kis mozzanatát igyekszünk bemutatni csángóházzal, csángófaluval, színpadon a táncosokkal. Mindamellett több mint 60 program, több mint 1000 közreműködő fog jelen lenni itt a Csángó Fesztiválon, mint ahogy azt a közönség biztos látja itt mögöttem is. Már a nyitó ceremónián rengetegen vannak fönt a városban, és bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és valóban egy nagyon nagy, gyönyörű szép népünnepének leszünk részesei. A zászlófelvonást idén is több száz tekintet követte végig a Szentháromság téren, mely tudatta a lakossággal, hogy erre a hétre különböző nemzetek láthatatlan folklórfájt levette birtokába Jászberény városát. Szerda este a Folkvilág gála műsorban a külföldi tengerparti vagy szigetországokból érkezett csoportok mutatták meg nekünk táncolt, énekelt kultúrájuk legjavát. A hagyományos és modern táncelemekkel átszőtt gála betekintést nyújtott más nemzetek világába. Ebben az évben Észak-Ciprus, Törökország, Kolumbia, Grúzia és Tajvan táncosai vendégeskedtek városunkban. Őszintén örülök annak, hogy idén végre először sikerült testvéremmel közösen, ha kicsit más jelleggel is, de támogattunk ezt a rendezvényt, amit örömmel tettünk meg, és nagyon örülünk, hogy elfogadás nyert a szervezők által. Balog Ádám, az MKB Bank vezérigazgatója és testvére Balog Donát, önkormányzati képviselő nyitották meg a szerda esti gála műsort, mely ettől az évtől már a Folkvilág nevet viseli. Viva Colombia! Viva Hungria! A külföldi csoportok gyors beköszönése után elsőként a földközi tengerről, pontosabban a Ciprusról érkező Degir Mellék Művészeti Társulat mutatkozott be. Az együttes 1985-ben alakult azzal a céllal, hogy megvédje a vidéki fiatalokat a káros szokásoktól. Nem sokkal később már Tajvan táncosai kalauzolták a Távol-Keletre a közönséget. Népi hagyományokra épülő táncuk a pillangók mozgását és szabadságát szimbolizálta. Három koreográfiával fogunk fellépni. Ezek a táncok a Tajvan körülvevő hegyek között szálló pillangókat jelképezik. Ez ihlette a táncunkat és a viseletünket. A hagyományos és modern táncelemekkel átszőtt gála betekintést nyújtott más nemzetek világába. Ebben az évben Észak-Ciprus, Törökország, Kolumbia, Grúzia és Tajvan táncosai vendégeskednek városunkban. Rövid híreinkben a következő percekben a 27. Csángó Fesztivál eddig lezajlott, de műsorunkban még be nem mutatott pillanataiból szemezgettünk önöknek, de természetesen ezeket is láthatják jövő heti bővebb összefoglalónkban. Yeah.
Ebben az évben is az ország számos pontjáról érkeztek motivált és tanulni vágyó muzsikusok, táncosok a 27. Csángó Fesztivál népzenei és néptánc táborába. Pontosan miről szól ez az egy hét, mit fognak itt tanulni a diákok? Ez az Aprók tábora rendezvény, ez szervesen kötődik ugye a felnőtt táncoktatáshoz, a felnőtt tánctáborhoz. Abból alakult ki, hogy a felnőttek jöttek a tánctáborba, és ilyen sok család hozta a gyermekét, és mit csináljanak addig a gyerekekkel, vagy babysittert kellett hozni, vagy egy nagymamát, vagy a párból az egyik, ők nem tudott részt venni a felnőtt oktatáson, és emiatt kitaláltuk azt, hogy legyen akkor a gyerekeknek is egy tábor, párhuzamosan a felnőtt táborral, és hát akkora sikere lett ennek a tábornak, hogy a városból, illetve a környékről, meg aztán a világból, mindenhonnan jönnek ilyenkor gyerekek is táncolni. A Viganó Művészeti Iskola tanítványa is itt vannak, amúgy jó páran a táncosok között. Ez az év most rekord, 80 fölötti gyermeket tanítunk most. Kukutyomba, gyere rózsán a kocsimba! Szeretünk sokat táncolni, játszani, strandolni. Tavaly mit csináltatok? Például lovaskocsi is volt, például az nagyon tetszett mindenkinek szerintem. Ugye nagyon sok tánc, sokféle izgalmas táncot tanulunk, új népi játékokat is. A fesztiválra kilátogatók már találkozhattak az idei év egyik újdonságával, ami a Dérinél rendezvényházra kivetített fényjáték. A kulturális központ utcafronti fala és homlokzata szinte percenként más-más jász és csángó motívumokat ölt magára. A vetítéstechnika az 6 darab diavetítőből épül fel, nyilván nem arra kell gondolni a gyerekkori tekerős diavetítőinkre, ezek nagyobb teljesítményű diák, diavetítők, és ezek abszolút egyedileg kézzel készült üveglapra, 5x5-ös üveglapra készült diák, amiket kivetítek. Kézzel készülnek, üvegfestékkel, és amit most mögöttünk láttok, azok éppen egy jársági motívumoknak a csokra igazából, de hoztam boldvai csángó és gimesi csángó motívumokat is. Nem véletlen, hogy egy ilyen markáns, a múlthoz ragaszkodó hagyományait büszkén őrző népcsoportja a mai magyarságnak fedezte fel, és tartotta jó egy évtizede a szoros kapcsolatot mind az Erdélyben lévő magyarsággal, székelységgel, és az ott lévő gyimesi csángókkal, és ez a járság túl a Kárpátokon testvérének fogadta a moldvai magyarságot. Antal József szavaival nyitotta meg Krucsai Néherter Anikó helyettes államtitkár a 4. Kárpáthoz a Magyar Konferenciát, melynek idén is a Szikra Galéria adott otthont. Nem hatam te, sziklóra, mégsem tudja, hol elava. A konferenciát megelőző kulturális műsorban moldvai csángó énekesek és a JNE utánpótlás csoportja lépett fel, majd Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Jászberényben ez a hét a gazdaságról és a kultúráról szól. Arról szól, hogy a gazdaság és a kultúra kéz a kézben kell, hogy járjon. Talán ennek a jelentőségét eddig még soha nem is érezhettük annyira se Magyarországon, se itt Jászberényben, mint manapság, hogy miért fontos, miért szükséges, hogy a gazdasághoz, a gazdaság fellendüléséhez a kultúra is párosuljon. A honatya beszédében kiemelte, hogy a globalizációs törekvésekkel teli világunkban az anyaországi és a külhoni magyarok megmaradásának legfontosabb záloga, ha a gazdasági és kulturális téren összefogva a Kárpát-medencében és a diaszpórában éltető erőt és hitet tudunk adni egymásnak. Ezúttal is tisztelettel. Már csak néhány hét van hátra a nyári szünetből, és hamarosan kezdődik a 2017-18-as tanév. Az iskolák azonban nem állnak üresen, két városi gimnázium is felújítás alatt van. A Klapkában napelemeket cseréltek, még a Liskában egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően közel 250 millió forintból korszerűsítik a fűtésrendszert és cserélik a homlokzati szigetelést. Már hetek óta fel van állványozva a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György tagintézménye. Az épület új külső szigetelést fog kapni, hogy a téli hónapokban energiatakarékosabban tudják majd üzemeltetni az intézményt. Ebben segítségre lesz az új fűtésrendszer is, amit a héten szereltek be. Amortizációs alapból közel 13,5 millió forintot kaptunk, és ez készült el legelőször a felújításból, már át is adták a Tigáznak, jelenleg az engedélyezés van folyamatban.
örülünk, hogy egy ilyen korszerű fűtési rendszert kaphattunk. Emellett több mint 16 millió forintból cserélik a nyílászárókat is az intézmény két oldalán, melyhez a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosított forrást, illetve az iskola mindkét tagintézményére napelemes rendszert szerelnek fel. A felújításokat szeptember 1-ével fejezik be. Szintén nagy munkálatok vannak az Egri Főegyházmegye legnagyobb létszámú katolikus iskolájában. A több mint 60 éves fűtésrendszert korszerűsítik és szigetelik az épületet. Az épület teljes felújítása folyik, energetikai felújítása. Ez azt jelenti, hogy a homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, tetőhőszigetelése és a teljes fűtési rendszer átépítése, megújítása, új, modern, gazdaságosabb kondenzációs kazánokat építenek be, ehhez a radiátorokat, gerincvezetéket, mindent lecserélnek, mert az iskola épületben a fűtési vezetékrendszer az padlócsatornában van, ez több mint 60 éves, és senki nem vállalja már a kockázatot, hogy ezt felhasználják. A beruházást Európai Uniós pályázati forrásból fedezik, mintegy 250 millió forintból. A kivitelezés némileg csúszik, így várhatóan iskola kezdésre nem készül el. Gyakorlatilag érdemben ezen a héten kezdődtek a munkálatok. Az biztos, hogy szeptember 4-ére, az első tanítási napra ez nem lesz kész, ez a beruházás. Az épületnek a nagy részét nem tudjuk használni, tehát valami átmeneti megoldásról kell majd gondoskodni. Ez lesz az augusztusi hónapnak a feladata. Már csak néhány hét van hátra a nyári szünetből, és hamarosan kezdődik a 2017-2018-as tanév. Addig a város szinte minden oktatási intézményében belső tisztasági festést végeznek. Jászabáti város önkormányzata a nyári időszakban sem feledkezett meg a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséről. A nyár közepéig több mint 1 milliárd forintot hívott le Jász Fényszaru a területi operatív program támogatásai közül, és Jászberényben a Szikra galériában bemutatták e hónap műtárgyát, térségi rövid híreinkben ezekről hallhatnak. 2016. január 1-től az önkormányzatok nem csak a nyári, hanem a tavaszi, az őszi és a téli szünetekben is kötelesek gondoskodni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek napi egyszeri táplálékforrásáról. A szülők részére május 15-i határidővel egy formanyomtatvány került kiküldésre, amelyben felhívtuk a szülők figyelmét, hogy milyen módon, időben, helyen történik a gyermekétkeztetés igénybevétele. 2016 nyarán 424 fő vette igénybe a nyári gyermekétkeztetést. 2017-ben az igénylők száma tovább nőtt. 478 fő részesül ingyenes szünidei étkeztetésben, ebből 119 fő hátrányos helyzetű és 359 halmozottan hátrányos helyzetű rászoruló gyermek. Az étkeztetés a Kovács konyha főtér 2-es szám alatt történik. Minden nap 11 óra 30 és 13 óra 30 között vehetik igénybe a gyermekek ezt az étkezést. A menü nagyon változatos, minden nap levesből és főételből áll. Ételhordó szükséges a szülők részéről, és akkor igénybe vehetik ezt a szolgáltatást. Jászapáti város önkormányzata a teljes szünidő alatt a törvény szerint előírt maximális munkanapon, azaz 55 napon tudja biztosítani az ingyenes gyermekétkeztetést június 16-át, augusztus 31-éig. Bíróné dr. Boros Anikó hozzátette, a szünidei étkeztetés nagy népszerűségnek örvend, a szülők hálásak a támogatásért. Már a múlt évben elkezdődött az új, 8 csoportos óvoda megépítése Jászfényszaron. A városközpontban található intézmény is azon projektek közé tartozik, melyhez pályázati forrást is sikerült elnyerni a városnak. A területi operatív programra eddig 5 pályázatot nyújtottunk be, ezek közül 40 született támogató döntés, közel 1 milliárd forint összegű támogatással. Az óvodán kívül a pályázatok közé tartozik az ipari park infrastruktúra fejlesztése, ami annak megközelíthetőségét szolgálja majd. A projektben egy 2100 méter hosszúságú út megépítése szerepel. Ugyancsak az ipari parkhoz kapcsolódik a közösségi közlekedés fejlesztésben benyújtott és a Boldog Jászfényszaru között megépítendő kerékpárút. Ide tartozik még a kerékpárút is, ami Jászfényszarut és Boldog települést köti majd össze. A beruházás egyszerre szolgálja a sport és a rekreációs igényeket. Továbbá az ipari parkba érkező dolgozóknak megkönnyíti a munkahely megközelítését. A gazdaságfejlesztésnek az egyik legfontosabb szegmense az úthálózat fejlesztése.
az, hogy az ipari parkot hogyan lehet megközelíteni, úgyhogy egyszerre érezze a lakosság a törődést, illetve a gazdaság élet szereplői. Erre irányult az a topos projekt, ami a sóstódőlőnek, illetve a város és a sóstódőlő közötti útnak az aszfaltozását illeti, korábban ezt hozzákezdtünk. A topos fejlesztési keretből nyár közepéig több mint 1 milliárd forintot sikerült lehívni a Jászfényszalunak. Ebben a hónapban is bemutatták a hónap műtárgyát a Szikra Galériában. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Szikra Galériában, és valóban, ahogy István is mondta, egyik nagy kedvencem a Gondolyi József festményét fogom most bemutatni. Augusztus 8-án a galéria igazgatója Szikra István mellett Farkas Edita Hamza gyűjtemény és Jász galéria igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd bemutatta az augusztusi hónap remek művét, Makai József alkotását. A festőművész a 20. században élt és alkotott városunkban. Lányok a kútnál című festménye csak egyike a termékeny művész alkotásai közül. Vélhetően az 1960-as évek elején készült festménye. Igazi kuriózum, nekem az egyik kedvencem egyébként, ahogy a baloldali kislánynak a ruháján és a haján a piros-kék-sárga színhármas megjelenik a pasztel színek között, én elsősorban ezt emelném ki. Makai impresszionista indítatású festészetét az élet szinte minden jelensége inspirálta. Makait minden megihlette, festett tehenet, házat, templomot, tájképeket, csendéleteket, tényleg minden. És én úgy gondolom, hogy akkor, amikor ez a festmény készült, akkor egy ilyen expresszió, egy hirtelen benyomás lehetett ott a közegben. Vélhetően így került vászonra a két kishölgy, akik mezítláb egymás segítve szomjukat oltják a kútnál. Az olajfestmény szeptember elejéig megtekinthető a Szikra galériában. Korábban már beszámoltunk a 4 éves jászberényi kislány Menyhárt Lola sikeréről, aki a Little Miss and Mr. Hungary gyermekszépségversenyen első helyezést ért el. A család nemrég tért haza a Bulgáriából, a megmérettetés nemzetközi fordulójáról, és nem érkeztek üres kézzel. Alig fél éve, hogy Lola belekóstolt a szépségversenyek világába, tavasszal már is a Little Miss and Mr. Hungary szépségversenyen korcsoportjában első helyezést ért el a balatoni fordulón, mely egyúttal egy bulgáriai utazást is jelentett a verseny nemzetközi fordulójára. A kis szépség imádja, ha fotózzák, szeret nem megszokott öltözetben pózolni, és a versenyszámait is lelkesen gyakorolja, akár a nappali szőnyegén is. A különleges szépség igyekezete meghozta gyümölcsét. Bulgáriából Lola nem csak kagylót hozott haza. Hol voltunk? Bulgáriában. És mit csináltál Bulgáriában? Na. Kagylót gyűjtettünk. És milyen versenyen voltunk még kint? Szépség, vagy mi volt? Szépség verseny. Igen, és nézd oda. És mutatkozzál már be, mert hogy a versenyen kellett bemutatkozni, légy szép. My name is Lola Menyhárt. I am from Hungary. Lola még kicsit idegenkedik a kamerától, de a bulgáriai fordulón ennél sokkal bátrabban mutatta meg a világ számára nem mindennapi szépségét. Négytől 7 éves korig voltak kategóriák, 8-tól 11-ig, 6 országból volt 30 gyerek, és azon belül igazság szerint mi nem tudtunk belelátni a kategóriákban, mert rengeteg gyerek volt, meg rengeteg díjat osztottak ki, de hála Istennek mi nagyon jó díjat hoztunk el, és úgymond Európa szépe lettünk. Korcsoportjában Európa legszebbjének választotta a bolgár zsűri, a Little Miss World-ön pedig második helyezést ért el a vörös hajú kislány. A
A hazaérkezést követő napon Lola már a Jászberényi játszótéren hintázik, csúsztázik, szaladgál, de a díjait persze magával hozta, hogy megmutassa stábunknak. Menyhárt Lola szülei már is sok felkérést kaptak. Jövő héten a Balatonra utaznak, októberben pedig vélhetően egy dominikai, másik világversenyen mutatkozhat be a Jászberényi Gyermekszépség. Közép-Kelet-Európa legnagyobb és leglátogatottabb mézes rendezvénye a Jászberényi Mézvásár és Méz Találkozó. Több mint 200 kiállító érkezett hazánkból és másik 5 országból. Az idei év különlegessége volt, amikor megalakult a jászsági mézlovagrend. Augusztus 5-én szombaton végig kísértük a 30. jubileumi mézvásár és méz találkozó programjait. A több hónapos előkészítő munka meghozta a gyümölcsét, a nívós programok mellett a jubileumnak megfelelő fennkölt pillanatok is megjelentek a műsorban. Ilyen volt a jászsági mézlovagrend megalapítása, és persze a mézkirálynő választás. Évek óta a Közép-Kelet-Európa legnagyobb mézvásárának és szakmai találkozójának tartják a Jászberényit, mely a 3 évtized alatt folyamatosan számíthatott az önkormányzat támogatására, illetve a város és megye elismerésére. A mézvásár egyik jelképe a mindenkori mézkirálynő, aki a rendezvény reggelén körbe kocsikázta és fényképezte Jászberény belvárosát. A települést, ahol fejére került a mézes korona, és ahol megkezdte egy éves mézes szolgálatát. Rozman Gréta megérkezésére vártak a szervezők is, hiszen a mézkirálynő vezette fel az összes öreglet mézlovagrendek felvonulását. A 30. nemzetközi mézvásár és méz találkozó egyik legfontosabb momentuma a maga a kezdés. 15 meghívott mézlovagrend látogatott el Jászberénybe, hogy részt vegyenek a 16. a jászsági mézlovagrend avatásán. A hazai 15 lovagrend szinte maradéktalanul képviseltette magát, hogy lássák megszületni a 16-at, a jászsági mézlovagrendet. A bercsényi sportcsarnok tel is tele volt érdeklődőkkel, összegyűltek a mézimádók, a vásározók, a szakmabeliek, a konyhai fogyasztók és a szórakozni nézelődni vágyók. Mindenki, akinek volt valaha vagy a jövőben lesz köze a mézhez. A ceremoniális bevonulások után ünnepi gondolatok töltötték meg a jubileumi megnyitót. Az Egyesület, ahogy mondtuk, 30. alkalommal rendezte ezt a mézvásárt és programot. Ez egyébként nagy valószínűséggel szerepet játszott abban, hogy 2017-ben a Jász-Nagykun-Szolnok megyéért díjat is az Egyesület kapta. Köszönetét a város és a megye ilyen formán tudja kifejezni a Szatmári László Jászsági Méhész Egyesület áldozatos szervező munkájáért, mondta a polgármester. Ez a durván 20 ezer méhész család, akik dolgoznak, több mint 1 millió méh családdal, az egy olyan teljesítmény, amelyre nagyon büszkék lehetünk. Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára megnyitó gondolataiban kifejtette, hogy az ökológiai szerepe ennek az ágazatnak óriási. Az elmúlt 30 évben sikerült a vitákat rendezni, a színvonalat és a mézfogyasztást pedig emelni. 30 dekagramról eljutottunk 70 dekagramig a fogyasztásban, a egyfőre eső mézfogyasztásban. Ez egy óriási siker, csak annak köszönhető, hogy meg tudtuk mutatni magunkat, hogy megalakultak a lovagrendek, hogy mézkirálynőnk van, hogy szakmai szervezeteink vannak, hogy Jászberényünk van, és már 30 éve kinyitja a kaput, föllebbenti a titkok fájtlát magáról a méhészetről, engedi megnézni a civileknek, hogy hogyan készül a méh, enged betekintést a méhek rejtett világába, életébe.
és ez egy olyan lehetőség, amely fölkelti az emberek érdeklődését azért, hogy akkor a mézzel kapcsolatban újabb fogyasztásra serkentsük őket. Az államtitkár szerint azért is tudott ez a rendezvény idáig fejlődni, mert itt Jens Berényben sikerült társadalmasítani a méhészet szakmaiságát. Méhecske nélkül, méhek nélkül nem lehet termelni. Pucs János országgyűlési képviselő saját agrártapasztalatain keresztül erősítette meg, hogy a mezőgazdaságban milyen jelentősége van a beporzásban segítő méheknek. Hiába az új technológia vagy a legkorszerűbb vetőmag, ha nincs méh és elhivatott méhész, mint Molnár György, a szervező egyesület elnöke. Legyünk együtt büszkék az elmúlt 30 évre. A Jászság országgyűlése képviselőjeként szeretnék tisztelettel gratulálni Molnár György úrnak, az egyesület elnökének. Az ő munkája, az a 30 év, amit neki köszönhetünk, az a szenvedély, amit az ő személyében megismertünk, az méltó arra, hogy a nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án miniszteri kitüntetésben részesüljön. Gratulálok hozzá. Köszönöm, hogy meghallgattak. Persze a méz értékesítéséhez és a fogyasztási szokások megváltoztatásához szükséges az országos marketing. Ennek egyik fő oszlopa a méz királynő, aki egész esztendőben képviseli és népszerűsíti a hazai aranyló nedőt. Igyekeztem minél több fogyasztóval találkozni személyesen, vagy éppen az online felületeken. Az óvodai és iskolai látogatások, mézkóstolók, gasztronómiai rendezvények, mézvásárok és fesztiválok, kampányvideók és mézfogyasztást ösztönző reklámok mind-mind a magyar mézfogyasztást ösztönző marketing terv részei voltak. Rozman Gréta a leköszönő méz királynő éve számadásában összefoglalta, hogy milyen módon igyekezett erősíteni a hazai méz marketinget, és milyen tapasztalatokat, élményeket szerzett királynősége idején. Milyen tapasztalatot fogsz átadni, ha már ezt emlegetjük, ugye az utánad következő utódnak? Hogy legyen nyitott az emberek felé, a gyerekek felé, próbáljon minél többet tenni a méhészekért, hiszen ők is érte vannak, és vele vannak, és kölcsönösen segítsék egymást, illetve hogy marketinget a magyar méznek, ahogy az én jelszavam is mondta még anno egy évvel ezelőtt, és tartottam ehhez magam. Elégedett vagy az egy év után, tehát a kitűzött célkitűzéseket sikerült megvalósítani, vagy akár túlszárnyalni? Mindig van hova fejlődni, illetve még többet tenni, de elégedett vagyok. Amiket elterveztem, azokat meg is valósítottam, és bízom benne, hogy minél többet tudtam tenni a méhész társadalomért. Ezután a Szatmári László Jászsági Méhész Egyesület vezetősége oklevelekkel jutalmazta tagjait. Ezüst okleveles méhész kitüntetést kapott Sinka Imre jászberényi méhész több mint 20 éves példaértékű szakmai tudása elismeréseként. Aranyokleveles méhész kitüntetése javasolja Kőműves József jászberényben méhészkedő és az egyesületben tevékenykedő méhésztársak. A 90 esztendős Józsi bácsi több mint 50 éves méhészkedése, példaértékű szakmai tudása és az egyesületi közösségben gyakorolt jobbító ötletei teszik alkalmassá erre a kitüntetésre. Az egyesület aranyokleveles méhész kitüntetést adományozott még Zana Attila jásztadányi méhésztársuknak, aki szintén több mint 50 éves méhészkedése mellett 40 évig méhegészségügyi felelős volt, valamint Zsáboki Balázs jászberényi méhésztársuknak is, aki több mint 30 éves példaértékű szakmai tudásával és önzetlen segítségével támogatja az egyesület munkáját. 30. jubileumi mézvásár alkalmából az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a Magyar Méhészetért díjat adományozza Molnár Györgynek, a Szatmári László Jászsági Méhészegyesület elnökének. Igazi meglepetés volt, amikor az OMME vezetősége köszönetét fejezte ki a díjátadásával Molnár Györgynek 30 éves közösségét végzett áldozatos munkájáért. A számomra nagyon nagy megtiszteltetés, nem számítottam rá, de ez nem csak az én munkám eredménye nyilván, hanem azoknak a munkájának az eredménye is, akik nekem segítettek ebben a szervezésben. Hát azért főleg az utóbbi néhány évben nagyon nagy háttérmunkára volt szükség ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen megszervezhető legyen ez a nemzetközi mézvásár.
Az idei Barnabás méhészetért díjat három intézmény, illetve szervezet hozta létre 2015-ben. A Szatmári László Jászsági Méhész Egyesület, a Jász Múzeum és Jász Dózsa önkormányzata. Azzal a szándékkal, hogy emléket állítsanak a Jász Dózsán született és a jászsági származására mindig büszke méhészeti szakírónak, Zsidei Barnabásnak. Kaptam már egy néhány kitüntetést, de ez különösen becses számomra, annál inkább, mert egy olyan emberre emlékszem, aki hát úgymond bizonyos értelemben mentoromnak tekintettem. A díjazott hitvallása a fő foglalkozásában és a méhészet irodalmában, gyakorlatában is megismert alkalmazott tények, összefüggések, szigorú tiszteletben tartása, mindenfajta szubjektivitás mellőzésével. Protokolláris megnyitót követően szemünknek kedves látvány volt az idei Méz királynő jelöltek felvonulása. 9 hölgy mérettette meg magát szakmai ismereteiből, kommunikatív képességeiből és külső jegyei által. Idei jubileumnak természetesen voltak különlegességei. Egyik ilyen volt, hogy nem egy, hanem mindjárt 3 sztár fellépőt is felsorakoztatott a Mészvásár nagy színpada. Az első még délelőtt Kovács Kati, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar előadó művész énekesnő, dalszövegíró színésznő volt, aki szintén lelkes mézfogyasztó. Szereti? Én nagyon szeretem a mézet, szoktam alkalmazni, használni, úgy is mondanám, de nem forró tejába, hanem langyos tejába szoktam keverni, hogy maradjon valami benne. Nem tudom, ezt csak laikusként mondom. Egy szakember lehet, hogy azt mondaná, hogy igaza van. Úgyhogy szerintem a méz, mint egy természetes alapanyag, ez sokáig megmarad, nem csak divatban, hanem az egészségünk érdekében is. Úgyhogy hajrá, mindenki fogyasszon minél több mézet. Ezt már az Abba együttes is megmondta, hogy honey, honey, how you? Miközben a magyar könnyűzenei élet 50 éve kiemelkedő egyénisége bent szórakoztatta a nagy érdeműt, addig a Vásárudvaron méhész bemutatót tartott Tóth Endre jászsági méhész. Mire emlékszik vissza ebből a 3 évtizedből a legszívesebben? Igen, hogy mire emlékszem vissza a legszívesebben a 30 év folytán? Kicsit gondolkoznom kellene, de talán kapásból annyi. Emlékszem rá annak idején, édesapukája nyakába ült egy kis 5 éves kisfiú, aranyos kisfiú, szájtátva figyelve a méheket, viszont nagyon félve és fehéredve, és utána kiderült, hogy félt a méhektől, és mit ad Isten, azóta eltelt 30 év, 37 évet betöltötte, több száz családos méhészete van, nem pánikol nyilván természetesen a méhektől, megszerette a méheket, és csodálatos ez. Annyira csodálatos, mint maguk a méhek. Hazánkban a legsűrűbb a négyzetkilométer első méhcsaládok száma, ami 1,2 millió méhcsaládot jelent az egész ország területén. Ennyi méhecske szorgoskodik naponta tudatosan, a méz gyűjtésén és járulékos pluszként a virágok beporzásán. Úgy tudnánk szemléltetni jól munkájuk jelentőségét, hogy minden harmadik betevő falatunk a méhek munkájának köszönhető. Egyetlen méh testsúlya 2/3-át is elbírja, és 5 hetes élettartama alatt egy kávéskanálnyi mézet hord össze. Egy befőttes üveg mézért 3-szor kell körülrepülnie a földi egyenlítő vonalát a méh családnak. A családoknak, melyek általában Szolnokváros lélekszámának megfelelő 80-90 ezer fűs kaptárokban élnek. Szoktuk hangoztatni, hogy ha kipusztulnak a méhek, akkor az bizony az egész emberiség kihalásához vezet. Ez egészen biztosan nem csak szimbolikus értelemben igaz. Kétféle méhészt ismerhetünk. Az egyik, aki már kipróbálta az apiterápiát, és a másik, aki meg majd kifogja, és nagyobb hangsúlyt fog helyezni rá. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a méhek többek szerint a világ legjobb orvosai. Pont ezzel a címmel tartott előadást az Ifjúsági Ház szakmai szekciójában dr. Körmendirász János természetgyógyász, aki szerint az apiterápia, azaz a méhszúrás terápia igazolt eredményeit nem lehet elvitatni. És a szklerózis multiplexnek a kezelésénél általános tapasztalat az az, hogy ugyan egy lassú kezelés, tehát eltelik körülbelül 1 év, amire olyan hatások vannak, amik láthatóak, de 80%-ban a betegeknek jelentős javulás érhető el apiterápiával.
apiterápiából, most itt elsősorban a mészúrás terápiáról beszélek. Az előadó elmondta, hogy kutatásait több területen végezte. Foglalkozott még méhméreg kozmetikumokkal és a mézmasszás méregtelenítő hatásaival is. Én bízom benne, hogy Magyarországon az apiterápiát egyre többen meg fogják ismerni. Az egyesületi elnök reményét fejezte ki, hogy egyre többen kezdik felfedezni, hogy a méhek készítette termékek mennyire jótékony hatással bírnak szervezetünkre, immunrendszerünkre. Lesz egy olyan támogatási forma, ami durván közel 1,5 milliárd forint évente. Ennek felét az Európai Unió, felét a nemzeti állam teszi hozzá, és gyakorlatilag kis túlzással sarkítva nagyképűen mi döntjük el, hogy ebből a pénzből mire fordítsa a hazai méhész társadalom. Ez a bejelentés szintén fontos volt az előadások sorában, hiszen az OMME vezető egy éves összehasonlításban beszélt a támogatásokról, elvégzett feladatokról, célokról. Megtudtuk például, hogy az idei év a híresztelések ellenére jobb volt, mint a 2016-os, és hogy hazánk jobban teljesített a szomszédos országoknál is, illetve a magyar exportméznek már 40%-a kerül Olaszországba. Háromfrontos rendezvény populárisabb oldalán Etályban a lurkók és a zenekedvelők programjai zajlottak a színpadon. A gyermekek játékos előadáson tanultak a mézről, hogy mit? Lássuk, halljuk. Kik csinálják a mézet, tudod-e? Oltos néni? Nem? A virágokba termelek. Virágokból is? Kik hordják össze? A méhecskék. Méhek hordják össze a virágból. Szereted a mézet? Igen. Miben, teában, süteményben vagy egyéb dologban? Mindenben. Mindenben? Miért jó a méz? Lehet vele ízesíteni, jó teába is, limonádéba is. Sok mindenre jó. Sok mindenre bizony, például az énekes torkára. Már aki használja. Kora délután Feke Pál énekelt vásári közönségének, aki szintén tudatosan használja a mézet. Én azt gondolom, hogy a méz az nagyon fontos, tehát nyilván az egyik legegészségesebb táplálékunk. Persze nagyon jó helyről kell szerezni. Én nekem vannak nagyon jó beszállítóim, úgyhogy én is fogyasztom, hát egy énekesnek szerintem a torkának az egyik legjobb dolog. Nyilván nyáron nem, mert hát megbolondulnék, ha ezt az édes dolgot meg kéne enni, de alapvetően nagyon szeretem, úgyhogy én nagy mézrajongó vagyok, pont. Nem csak a szórakoztató programoknak köszönhető, hogy sokan eljöttek Jászberénybe, a színpadi és szakmai történések mellett a vásár volt a harmadik vonzerő. Mit gondolnak a Nemzetközi Mézvás és Méz Találkozó, pláne, hogy már 30-dik, azért ez egy komoly rendezvény, nem? Igen, nagyon örülünk, hogy van ilyen, és eljövünk még a nagyon messze Hajdú-Biharból is ide. Így van, Létavértesről jöttünk, mi még 2-3 éve kezdtünk el a fiammal méhészkedni, körülbelül 2 éve már voltunk itt, a Létavértesről is rengeteg méhész jár ide, és akkor eljövünk, szétnézünk, beszerzünk különböző dolgokat. Ha sikerül egy-két méhésszel beszélgetni, akkor még tőlük egy-két szakmai fogást is meg tudunk beszélni. Nem tudom elképzelni, hogy ez egy nagyon drága koffer, vagy valami egyéb használati tárgy. Mit tud ez, kedves Gábor? Jó napot kívánok! Ez a méhészetnek ajánljuk, akik piacoznak, akik kijárnak piacra mézet árulni, hogy ki lehet nyitni, és ide be tudnak tenni kereteket,
a méhekkel, és rajta mászkálnak a méhecskék, és oda jönnek az emberek és nézik. A kiváló mézhez kiváló eszközökre is gondolom szükség van, hogy jó, tényleg olyan legyen a méz, ami aztán szívesen fogyaszt. Nem csak az eszközökre van szükség, hanem megfelelő szaktudásra. Ezt azért mondom, mert mostanában a méh szakmában nagyon sok új méhész van, és a szakmai ismereteik egy kicsit hiányosak. Ha azt kérdezném, hogy melyik a legfinomabb, vagy a legkülönlegesebb méz, akkor melyiket ajánlanád? Hát a legkülönlegesebbre, arra ezt az igazán nagyon szép sütét színű mézet, a gesztenye mézet mondanám. Gesztenye méz. Gesztenye, igen. Ennek ilyen nagyon különös, sajátos aromája van. Ha pedig a legfinomabbat kérdezed, hát ez mindenkinek más, de nekem a hárs. Az egy ilyen könnyedebb, légiesebb, nagyon, de mégis olyan különleges íz. A kezdetek kezdetén gondolta volna, hogy így 30 év távlatában ide fog jutni ez a rendezvény, tehát a nemzetközi művolta ennyire erős lesz, ennyi országból, ennyi kiállító érkezik ide Jászberénybe? Hát ezt nem gondoltam, még álmomban sem. Akkor, amikor ezt a rendezvényt elkezdtük, akkor egy ilyen hiánypótlás volt abban az időszakban. Az elsők között volt igaz, ilyen típusú, meg ilyen jellegű rendezvény az országban. És ugye a rendszerváltás után, az egycsatornás értékesítési rendszer megszűnése után a mézvásár önmagában is minták alapján szerettük volna, hogyha méhész társadalom itt megjelenik, és akkor itt a kereskedők majd versenyeznek, hogy ki ad több pénzt, nagyobb összeget a mézért. Hát ez az elején nagyon működött, és utána rájöttek a kereskedők, hogy ez nekik nem annyira jó. Utána kezdődött meg az a folyamat, hogy méhészeti eszközök mindig érdekelték a méhész társadalmat, és egyre nagyobb választék lett méhészeti eszközök vonatkozásában. És hát tulajdonképpen ide jutottunk, hogy Európában, amit lehet kapni méhészeti eszközt, azt itt most Jászberényben megkaphatják. Talán itt volt a legnagyobb fejlődés, és utána a látványosság irányában is, szórakozás irányában is próbáltunk elmozdulni, mert volt egy ilyenfajta igény is. Ön mit mond, mi a jelentőség ennek a vásárnak? Igen, tényleg én is találkoztam már nem egy olyan méhész kollégával, aki azt mondta, hogy én már gyerekkoromban voltam itt a mézvásáron, mert elhoztak a szüleim. Hát ennek örülünk nagyon, hogyha az egész család eljön, különösen, hogyha az méhész család. Hát így ismerkednek meg a gyerek is szórakoztató formában a méhészkedéssel, és ez nagyobb kedvet ad az ő számára, mint hogyha csak dolgoznia kell a méhészetben. Büszke? Megmondhatom azt, hogy büszke vagyok, igen. Mire a 30 egyenletes teljesítmény, sőt, az egyenletes teljesítményen túl a növekvő vásári résztvevő számra, illetve az egyre magasabb nívóra, vagy arra az egyesületi kiváló munkára, ami itt folyik példaértékűként? Én a legbüszkébb arra vagyok, hogy a méhész kollégák egyre inkább magukénak érzik ezt a rendezvényt. Mert amikor segítségre van szükség, azért még pár évvel ezelőtt nehéz volt összegyűjteni azokat a méhész kollégákat, akik segítettek ebben. Most már szívesen jönnek, örömmel jönnek, sőt, már itt-ott néha már sokan is vagyunk, mert annyira szívesen jönnek. Ez a legnagyobb. Az én számomra ez a legnagyobb eredmény, mint méhész egyesület vezető. Mennyire végez komoly munkát az egyesület, a Szatmári László Jászsági Méhész Egyesület ennek szervezésében és a méz ázsiójának továbbterjesztésében? Már a múlt évben is végeztünk ilyen jellegű munkákat, néhány iskolában méz kóstoltatásokat végeztünk, és ez elég sikeresen alakult.
rengeteg gyerek megismerkedett a mézzel, aki még életében nem fogyasztott mézet. A jövő mézfogyasztói elsősorban a gyerekek. És egészséges táplálkozáshoz a mi véleményünk szerint hozzátartozik a méz, sokkal inkább, mint a cukor. És hát a jövőben is ugyanezt a munkát fogjuk végezni. Őszi időszakban tervezzük, az idei évben is ezt, csak most már a lovagrendek hátterével. A 40 fokos melegben is volt jövés-menés egész nap, de mikor a nap a zeniten járt, inkább mindenki a sportcsarnokban keresett menedéket, ahol megalakult a jászsági vízlovagrend. A történelmi zászló és a város előjárója után, bemutatva ruházatukat, szépen uniformizált külsővel vonult fenn az új lovagrend első és legfontosabb ceremóniájához. A színpadra érkezvén a vendéglovagrendek is felvonultak. A lovagrendi felöltő még a zsinóros sújtásokkal a magyarságot, míg a hátán elhelyezett egyértelmű szimbólumokkal a jászsági mivoltat hangsúlyozza. Kiegészítő a bocskai csákó és a lovagrendi medál. A rend avatásánál pedig első alkalommal került a nagy közönség elé a gyönyörűen hímzett lovagrendi zászló. A méz lovagrend zászlaja alapszíne sárga, mely az aranyló sárga napraforgó mézet jelképezi. Középen jász motívumokkal díszített címere látható, melyben megtalálható a lovagrend méze, a napraforgó, illetve az azt gyűjtő méh, valamint a lehelkürtje, amely a jászság szimbóluma. Továbbá a lovagrend neve, illetve alapításának éve. A jászsági települések számának megfelelően 18 főt számláló mézlovagrend egyértelmű célja, hogy népszerűsítse a jászsági mézet, azzal, hogy részt vesz szakmai és gasztronómiai rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, miközben ápolja a több száz éves jászsági méz hagyományt. A jászsági méhészkedés hagyományait és a jászsági méz jó hírnevét nem csak Magyarországon, de külföldön is képviselem, népszerűsítem. E cselekedetemmel magamat a jászsági hagyományőrzés szolgálatába állítom. Isten engem úgy segíjen. A Bertalan János jászkapitány által felvezetett közös lovagrendi eskü után Rozman Gréta mészkirálynő utolsó cselekedeteként minden tagot lovaggá ütött, miközben dr. Szabó Tamás polgármester átadta az erről szóló tanúsítványt. Kétfajta áldás is érkezett a lovagrendre. Az egyiket Capko Mihály atya kérte a jó Istentől, a másik pedig folyékony formában a jászsági pálinka lovagrendtől érkezett, akik mézes pálinkával szentesítették az alakulást. Most, amikor a zászlót megáldjuk, nem csupán egy tárgyat áldunk meg, hanem imádkozzunk mindazokért is, akik ebben a lovagrendben benne vannak, az ő családjaikért, az ő munkájukért, a céljaikért, mindazért, amiért magát ezt a lovagrendet ők is életbe hívták, hogy a Jóisten áldása legyen rajta. Vadas Gábor a Baján Magyarországon elsőként megalakult Szent Ambrus lovagrend nagymestere is köszöntötte az új lovagrendet. Örülök annak, hogy bővült a mézlovagok tábora. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Magyarország összes mézlovagrend és összes mézlovag nevében. Jó munkát, sok sikert és kitartást kívánok. Köszönöm. Az alakuló ceremónia végén Molnár György, a jászsági mézlovagrend nagymestereként köszönte meg a 15 hazai lovagrend támogatását és megtisztelő látogatását.
Azt érezzük, hogy velünk együtt gondolkodnak, együtt éreznek, és ez nagy megtiszteltetés a mi számunkra, és szeretném, hogyha a jövőben is tudnánk együtt dolgozni azért, hogy a magyar méz népszerűbbé váljon, és minél több belföldi fogyasztót találjunk, hogy a mézet ne kelljen külföldön értékesíteni, hanem a mézünk nagy része belföldön értékesüljön. Miközben a vásározók kint és bent is szemezgethettek a dísztárgya kóstolók bemutatók sorából, addig a mézkirálynő jelöltek sorban vizsgáztak a zsűri előtt. Köztük a Jászberényi Márton Lillával, aki idén csak próbára tette magát különösebb célok nélkül. Erős mezőny minden esetre, és mindenki nagyon szép, ügyesek, okosak, úgyhogy van bőven versenyző. Örömmel jelenthetem és megmutathatok mindenkit, hogy 2017-ben is lesz a méhészeknek mézkirálynője. Molnár Ferenc méhészeti szaktanácsadó, a zsűri elnöke nem sokáig csűrte a szavakat, így gyorsan kiderült, hogy Márton Lilla elhozta a kötelezőt, mint közönségdíjas Jászberényben. Gratulálunk! Az udvarhölgyek Lesti Kitti, Dápió Szecsőről és a budapesti Barizs Adrien. Ki az, akit 2017-ben Jászberényben a jubileumi 30. nemzetközi mézvásáron és méhész találkozón mézkirálynőnek választottak, aki a következő egy évben fogja képviselni Magyarországon és határainkon kívül a magyar mézet, a magyar méhész társadalmat, Ballanóra Zámolyból! Mit gondoltál, mit éreztél, mikor a fejedre került a korona, a mézes korona? Hát mikor kimondták a nevemet, akkor igazából még nem tértem magamhoz. Milyen koncepcióval indultál a mézkirálynő címért? Mit szeretnél tenni a magyar mézért? Mézkirálynőként szeretném kiemelni a gyerekeket, több iskolába, óvodába, árvaházakba, valamint kórházakba ellátogatni, megismertetni velük a méhészeti termékek jótékony hatásait, illetve a méheknek a fontosságát. Az előző királynőket folyamatosan végigkísértem, tehát figyeltem az ők munkásságukat, ezáltal ebből is tudtam tanulni, hogy mit, hogyan kell csinálni. Méhész családból származol? Igen, már a nagyszüleim is méhészettel foglalkoztak, így a szüleim is méhészkednek, és most már a testvéreim is főállású méhészek. Tehát már kiskoromban is elég sokat mentem a méhekhez, segítettem a munkálatokban, és megismerhettem ezáltal a méhészeti termékek hatásait. Mit szeretnél te kezdeni ezzel a sok tudással, ami már mögötted van, illetve a családi tradícióval? Folytatod? Tehát ez a kikövezett út, vagy ez csak egy mellékága, és más szeretnél az életedben? Hát jelenleg még tanulok turizmus vendéglátás alapszakon, és rendezvényszervező szeretnék lenni, viszont emellett szeretném még a családomat támogatni a méhészkedéssel. Tehát ugyanúgy folytatnám velük a méhészkedést is. Lesz saját jelmondatod, vagy van már valami, amit így kitaláltál? Igen, két jelmondatom is van. Az egyik az az, hogy minden nap egy kanál méz az egészséges életért, valamint óvjuk a természetet, óvjuk a méheket. Szükség is lesz erre a gondolkodásra, mert Magyarország már a harmadik legnagyobb méztermelő ország, és itt a legsűrűbb a négyzetkilométer eső mézcsaládok száma. Az elmúlt 30 esztendőben gyakorlatilag megduplázódott a tenyészállatok száma, ami más területen szinte elképzelhetetlen lenne, mesélte stábunknak a rendezvény értékelésénél Prosz Péter, az OMMA elnöke. Óriási kezdeményezés volt ez Molnár Györgytől és a Jászberény méhészektől, és az, hogy van ennek létjogosultsága, azt igazolja, hogy ma van a 30. alkalommal. Ma sokkal nagyobb szaktudással lehet mézkedni, mint régen. Ma már az nem működik, hogy kitesszük a méhcsaládot bárhova, és az megél. Ma már a méhésznek sajnos gondozni kell, és külön szerencse, hogyha adódik annyi méz a természetből, amit el tudunk venni a méhektől, és értékesíteni tudunk. Aki itt volt, egész biztos üres kézzel nem távozott. Vagy megvette, vagy megette, vagy megnyerte tombolán, de valami vásárfia jutott mindenkinek. A sztárvendégek koncertjeit este Freddy zárta, az Eurovízióban megismert énekes nagyon figyel fit, egészséges életmódjára, így cukor helyett például mézet használ.
Én cukrot nem, az egyszerű cukrot azt nem igazán használom, úgyhogy ha esetleg kávézom, vagy bármi mást, amit meg szeretnék édesíteni, hogyha csinálok egy zappalacsintát, akkor az abba is méz kerül. Én eleve szeretem azt, hogy egészen más édességet ad mindennek, mint eleve a cukor. Meg az ember megvan az a tudat, hogy mégis csak egy elképesztően természetes dologról van szó. Úgyhogy bennem ez jó érzés kelt igazából, hogy soha nem romlik meg gyakorlatilag, tehát ha esetleg kikristályosodik, akkor sincsen semmi baj. Teába is nagyon szeretem, úgyhogy én nagy fan vagyok. Ez a koncert volt a záró momentum a 30. jubileumi mézvásár és méz találkozónak, mely biztosan aranyló betűkkel kerül majd be a krónikákba, a jelentőség teljes már-már méz történeti pillanatok miatt. Ha egy rendezvény 30 esztendős korba lép, akkor már kiállta az idő próbáját. Van rá igény, és vélhetően egyre patinásabb, nemesebb lesz a róla alkotott kép. Egy biztos, a rendezvény kinőtte önön határait, így mindenképpen mennyiségi, de várhatóan minőségi előrelépés is következhet a jövőben. Jöjjenek el legközelebb is, hogy meglássuk, mennyire lett igazunk. Arról már korábban beszámoltunk, hogy a Jászberényi Röplabda Klub új elnöke Oswald Nándor lett, és a vezetőségben is személycserék történtek. A további változásokat augusztus 4-én az esti órákban egy sajtótájékoztatóval egybekötött csapattalálkozón tudtuk meg, ahol a JRK vezetőin és szakmai stábon kívül a felnőtt csapat minden játékosa jelen volt. A Jászberényi női röplabda csapat új vezetése már az első összejövetelével jelezte, hogy egy családias légkört kíván a csapat köré vonni, hiszen Kövér Attila elnökségi tag otthonának kertjében tartotta első találkozóját. Mivel az elnökség is májusban állt föl ebben a formájában, úgyhogy szerettük volna, hogy így be is tudjunk mutatkozni a lányoknak, bemutattuk az új erőléti edzőt is, és szerettük volna minél jobban eléjük tárni, hogy az új évadban mit várunk el tőlük. A Jászberényi RK elnöke a már ismert vezetőségi tagok mellett arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Csirke Dávidtól Hering Antal veszi át az erőnléti edzői teendőket. Dr. Boros Zoltán és Dr. Bíró Attila végzi el a csapatorvosi munkát, míg a sportpszichológus Dr. Ábel Krisztina lesz. A Jászberényi RK és az önkormányzat közötti összekötő szerepet pedig Balogh Dónát önkormányzati képviselő látja el. Oswald Nándortól azt is megtudtuk, hogy távlati céljuk egy jászsági röplabda centrum létrehozása. Első lépésként a környékbeli települések testnevelő tanárait keresik meg. Szeretnénk velük felvenni a kapcsolatot, segítséget nyújtani az itteni gárdával az ottani neveléshez, és így minél nagyobb széles körben szétteríteni a röplabda szeretetét, és így úgy érzem, hogy sokkal nagyobb létszámból tudunk majd későbbiekben a tehetségek miatt válogatni. Deme Gábor vezetőedző röviden bemutatta a régi és az új játékosokat a jelenlévőknek. Köztük Miklai Zsanettet, akit már az előző idényben is megkerestek, de Jászberénybe való jövetele az idén valósult meg. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit évből legyek, hiszen van ennek egy magánéleti dolga is, de úgy érzem, hogy fel tudtam venni velük úgy a kapcsolatot, hogy mindenben tudjanak segíteni, illetve fognak is, és amit ugye már említettem, hogy nekem fontos az eredmény, és fontos az, hogy én hogy teljesítsek. A tavalyi évem nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Az idejében most úgy néz ki, hogy arra fog rámenni, hogy kihozzam magamból, amit valójában eddig is tudtam, és hogy még jobb legyek. Mint ismert, két külföldi játékos is érkezett a jászság fővárosába, aminek mindketten nagyon örültek. Igen, meglepődtem, hogy egy másik országba hívnak játszani, de egyben nagyon boldog is voltam, hiszen ez mindig egy új lehetőség egy játékos számára. Portugáliában, ahol legutoljára játszottam, ott volt ilyen családias a hangulat. Örülök, hogy itt is ilyen környezetbe kerültem. Hasonlóan nyilatkozott orosz kolléganőjéhez a fehér orosz játékos is, aki az egyik legfontosabb posztot,
a feladó szerepét tölti majd be. Én is nagyon örülök ennek a megkeresésnek, számomra ez egy újabb kihívást jelent. Nagy tapasztalatom ugyan nincs, de nagyon tetszik ez a fogadtatás. Egy profi csapatnak szüksége van erre, hiszen elősegíti a játékosok közötti jó hangulatot. Én először láttam őt, és nagyon határozott, és nagyon jó kedvű. Ez máskor is így szokott lenni? Igen, ilyen szoktam lenni. Köszönöm! A nyilatkozó játékosokon kívül Bertók Bettina, Blázsovics Dorka, Blyher Nóra, Borsos Lili, Faragó Fanni, Gulyás Vivien, Halla Petra, Hammer Tivon, Léko Lilla, Pintér Andrea, Schmidt Anna és Túri Inez, a felnőtt keret tagja. A női röplabda csapat augusztus 7-én kezdte meg a felkészülést az őszi idényre. Előző adásunkban beszámoltunk a jászberényi labdarúgó csapat rajt előtti készülődéséről is, most pedig arról adunk rövid tudósítást, hogy egy új lelátó is készül a labdarúgó stadionban, amit remélhetőleg még az idei őszi szezonban igénybe is vehetnek a szurkolók. A jászberényi futballklub pályázat útján kapott támogatást egy új 600 főt befogadó lelátó építésére. A munkálatok a nyár elején elkezdődtek, és várhatóan már az őszi idényben a hazai mérkőzéseken betölti szerepét. Augusztus 19-én játszok az első hazai mérkőzésünket. Én nagyon remélem, hogy augusztus 19-ére már nagyjából készen lesz a látó. Természetesen lesz még munkálat vele, székek felszerelése minden, de ez a nyár és a ősz első felének a feladata lesz. Én biztos vagyok benne, hogy még az őszi szezonban nézők fogják belepni azt a látót, és remélem minél többen jönnek, és minél jobb mérkőzéseket látnak majd. A lelátó szoros tartozéka természetesen a szociális blokk is, ami szintén az előírt MLS szabályoknak megfelelően fog rendelkezésre állni. Egy 600 fős fedett lelátóhoz megvan az a WC, piszoár és női illemhelyszám, amelyet előírnak. Természetesen teljes mértékben megfelelően el fog készülni a kiszolgálóhelyiség is, és akkor gyakorlatilag egy megújult létesítménnyel, megújult körülmények között tudjuk fogadni a kedves szurkolóinkat, nézőinket. Minden bizonnyal a lelátókon helyet foglaló nézők kíváncsiak az együttes leendő teljesítményére is. A futballcsapat várható szerepléséről, az elvárható helyezésről a Jászberényi FC vezetőedzője adott tájékoztatást. Butaság lenne azt elvárni a csapat, hogy az első három helyen fog végezni, mert én azt gondolom, hogy ez a csapat egyelőre nem alkalmas erre. Én azt gondolom, hogy ősszel a középmezőny kell megcéloznunk, hogy ott stabilan ott legyünk, és a tavasz folyamán, ha tényleg már összeálltunk és összeért ez a társaság, akkor lehet megcélozni magasabb célokat. De... A jászberényi futballcsapat idei első bajnoki mérkőzését Gyöngyösön játsza augusztus 12-én. Majd következik a hazai találkozó az újonc Tiszafüred ellen augusztus 19-én. Hat napon át 60 program, közel 800 közreműködő, állandó és vándor, csángó kiállítások, a magyar diaszpórák kulturális értékőrzésének bemutatása, tehetségek színpada, csángálás állásbőrze és fényfestés. Elindult a 27. Csángó Fesztivál. Már készülnek a középiskolák a 2017-2018-as tanévre, a Klapkában napelemeket cserélnek, míg a Liskában egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően közel 250 millió forintból korszerűsítik a fűtésrendszert és cserélik a homlokzati szigetelést. Végig kísértük a 30. jubileumi mézvásár és méhész találkozó programjait. A többnapos előkészítő munka meghozta a gyümölcsét, a nívós programok mellett a jubileumnak megfelelő fennkölt pillanatok is megjelentek a műsorban. Ilyen volt a jászsági mézlovagrend megalapítása, és persze a méz királynő választás. Eddig a Berényi Hírmondó ezen a héten, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat megtalálják a Jásztrió Televízió weboldalán, a jttv.hu-n, illetve főként a fesztivál hét alatt van jelentősége a következő mondatnak, figyeljék a Jásztrió Televízió Facebook oldalát, mert oda képgalériákat, kis videókat, illetve élő feltöltéseket is fel fogunk tenni, tehát találnak sokféle információt, többek között a Csángó Fesztiválról, melyről jövő héten nagyjából egy órás összefoglalóval jelentkezünk. Addig is minden jót, élvezzék a fesztivál hetet itt Jászberényben, viszontlátásra!